Hello, sziasztok! Üdv mindenkinek, és ugye most az Európa Ligában nyertünk, és volt hát kemény két nap pihenünk, és úgy eléggé fáradtak lesznek. Vagy hát, ha nem is annyira, de fáradtak, ahogy látom. És a Stoke City ellen játszunk, ami hát korántsem egy könnyű ellenfél. Úgyhogy itt változtatni kell majd. Sajnos. Clark az jöhet ide. Okora is kezd. Amavit is behozom. Igen, most eléggé fáradt mindenki. Piszczek marad, Diaby marad, Sanchez marad, Delf marad. Ejú, Agbon, Lahor, Stieber. Mi legyen? Jó, ők is maradnak. Cserék pedig Flamini helyére jön Gueye. Ígyni. Na, szerintem jó lesz minden. Na, akkor nézzük. Remélem nem baj, hogy Stieber, Ejú és Agbon Lahor kicsit fáradtabbak. Ejú. Kár, hogy meccseken nem bírom belőni. Sőt, már itt se. Esik, tök jó. Ugye előtte meg az Európa Liga meccsünkön, ott pedig a hú esett eléggé rendesen. Butland, Bursley, Wilson, Munieza, Peter, Sidwell, Shaqiri, Charlie Adam, Ireland, Afellay, Joselu. Egy jó ég. Padon pedig Diouf, Cameron, Bojan, Crouch, Glenn Johnson. Jó ég! Szerintem az előző szezonban is mondtam, de Stoke City keretét iszonyat erősnek tartom, és ez azóta sem változott. Na, de nem baj. Nézzük, mit tudunk összehozni ellenük. Diaby, az egyik legfrissebb emberünk. Kicsit jobb lett volna a bedobás, kicsit nagyobb. Talán még el is érünk vele valamit. Charlie Adam. Hihetetlen rugó technikával rendelkezik ő is. Ne már! Ne! Fú, de jó, hogy oda csúsztam! De jó ég! De kellett. Na, Stieber. Jajaj. Fú! Na kinek passzoljak, gyerekek? Diaby, gyerünk! Hát nem oda ment, hova akartam, de nem lett baj, hál' Istennek.
fussál. Fú. Gyerünk. Na, kiszabálytalankodott. Úgy néz ki ők. Szeretem az ilyen bírói döntéseket. Mindig akkor lövöm rá kapura, amikor egyáltalán nem kéne. Bezzeg, amikor nincs előttem senki, akkor nem lövök. De amikor vagy hatan ott vannak, akkor jó, hogy rálövöm. Na mi van? Azt hittem már lapot ad. Shakir is jól tud lőni, de onnan nem fogja rálőni. Na. Vegyük már rá, hát nem hiszem el. De nem igaz. Hogy lehet ilyen szarul adni most őszintén? Eddig nem sok közünk van a meccshez. Ireland. Jó! 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 Ballal ilyen szarul eltalálni. Jó ég. Pedig de jó lett volna megszerezni a vezetést. Mondjuk mikor rossz. De majd legalább volt egy támadásunk. Amit a szerencsének köszönhettünk. Gyerünk! Gyerünk! Kivédi! Passzolnom kellett volna. Mondjuk Sanchez ott volt. Agbon Lahor is. Fú, nem baj, legalább jönnek a támadások, ez jó jel. Kéz volt, spori. Ahó. Jó. Ah, erről beszélek. Hogy megy tovább, amikor már szinte nálam volt ez a szar labda? Agbon Lahor már mennyire fáradt. Elnézve az izei csíkját, energia csíkját. Nem. Jó. Úristen, hova? És elveszik. Nagyon jó. Jó. Ezt nem így akartam, de jó lesz így. Oké. Oké. Sanchez, szuper. Hát ilyen nincs. Persze, hogy kapufa. Mert miért is lenne valami más, mondjuk egy gól. Nem baj, kezdünk tényleg feléledni. Ezek egyértelmű jelek.
Hát nem hiszem el. Mi kell még, könyörgöm? A Diaby meg hogy rúgta rá? Az sarkat? Vagy mit csinál? Jó. Mondjuk megértem, hogy nem bírt normális erőt belerakni, hát vagy 20-an rajta voltak. Hú, a fél idő végére felé lettünk. Ez egészen biztos. Ugye az elejét azt azért ők kezdték jobban. Szépen lassan, ahogy telt az idő, úgy vettük át az irányítást. Hál' Istennek. Remélem ez marad így is a második fél időre. Ó, Everton vesztésre áll. City Tottenham 1-2. West Ham Manchester United 1-0. Delphet nagyon le kéne hozni. Nem baj, marad még így minden. Jó. Hát nem igaz. Ó, basszus. Na, vesztem 2-0-ra visz. Egészen királyok. Mi a fene van? Hú. Na, nem baj. Nálunk a labda. Támadhatunk. Jó. Diaby. Sanchez. Delphnél. Ez az. Hát ezt nem hiszem el. De jó ég. Annál közelebb már hova? Hát ezt nem akarom elhinni, de tényleg. Nem vált játék? Na azért. Valamiért nem váltott játékost. Jó. Meg lesz az! Gyerünk már! De beszivatott! Nagyon jó! Ez már nem! És nem is tudom, hogy gondoltam, hogy 20 emberen átpasszolom. Vegyük már el. Ajajaj. Nem tetszik így, ahogy alakulgat a meccs. Jó. Gyerünk. De miért Diabynak ott volt Delf? Ez a szerencsénk, hogy visszakaptuk. Jó, ezt én csesztem el.
Nem már, hát már 20 éve nem volt nálunk a labda. Jó. Kimehetne a labda is. Mert nem bírunk cserélni. Most is visszaadom, mi a fene van. Jó. Nem akarom elhinni. Fejeld el! Benevid, Benevid! Jó, erre nem mondok semmit. Itt az összes labdát visszaadom. Szerintem, hogyha ez beljebb is megy, fogja Guzan. De azért nézzük. Igen. Na. Hú. Nyomassunk alakzatcserét is. Gyerünk így. Kit hozzunk még le? Diaby vagy Sanchez? Jöjjön le Diaby. Hát nagyon nincs sok időnk. Reméljük jót tesznek a cserék. Ez a második fél idő, ez valami szörnyű. Feljött Bojan Krikić. Ők is nyerni akarnak, ahogy látom. Gyerünk. Persze, hogy nem jó. Szerezzünk már labdát. Könyörgöm. Jó. Ez az. Király. Fussál, fussál, fussál. De nem már, hogy ott át kell ugorjam azt a szart, mert ott elesik. Gyerünk már szerelni. És lefújja. Nem akarom elhinni, hogy itt nem szereztünk 3 pontot. Jók játszottak ők is, de olyanokat hagytunk ki, hogy az valami hihetetlen. Áááá. Kilenc lövésből 8 pontos. Az a 9. is csak a kapufa volt. Mert ugye a kapufa az kaput nem eltaláló lövésnek számít. Szörnyű. Nem akarom elhinni.
The Barclays Premier League. Everton 1, Newcastle United 3, Manchester City 1, Tottenham Hotspur 2, Stoke City 0. No, menjetek akkor edzeni. West Ham United 2, Manchester United 1. So what do those results mean to the league table? Guzan. At the top of the table remain Arsenal with 23 points. In second, Swansea City. Ugye Sziszokót szoktam edzetni. Ja, szám. Jó, Diabit akkor. Passzolásba hogy áll? Norwich City with 6 points. Third bottom, Cardiff City with 9 points. Jó, inkább ezt. With 11 points. Fifth bottom, Crystal Palace with 12 points. Stieber. Legyen ez a labdatartós cucc, vagy... nem ez. És a szokásos Agbon Lahor. Jó ez. Na. Sziszokko. Te király voltál? Többiek nem. Azok ratyik mind. Miért dob bele az e-mailekbe? Na, akkor itt fogjuk folytatni. Az utolsó románokkal játszunk. És hát ott vagyunk mi meg a második helyen. Németek mögött egy ponttal, mögöttünk meg a görögök. Érdekes lesz, én azt mondom, na de köszönöm a figyelmet is, hogy velem tartottatok. Hát találkozunk legközelebb is. Úgyhogy sziasztok!